A Szent Lőrinc elleni meccs után most egy papíron könnyebbnek tűnő ellenfél jön a pte hez azonban összesen sem volt a legkönnyebb mérkőzés. Mire számíthatunk a pécsiek ellen, akiknek ráadásul kell a pont a bentmaradásért vívott harcban? Egyik mérkőzés se könnyű, így a PTE elleni meccs sem lesz könnyű. A rajtunk múlik, úgy gondolom, hogy mennyire segítünk a magunk dolgán, tehát itt a az előző meccs is bebizonyította, hogy tudunk focizni, csak hát 90 percig koncentrálni kell, illetve, illetve azokat a hibákat ki kell küszöbölni, főleg az egyéni hibákat, amik becsúsztak a, az előző mérkőzésbe. Úgyhogy mindig egy jó csapatra számítunk és készülünk, felkészültünk belőlük, tudjuk még az erősségeik, gyengeségeik, erre készülünk, úgyhogy mindenképp szeretnénk győzni. A sérültek milyen állapotban vannak, ha jól tudom, akkor hálakadai a sérülése még nem jött rendben, hanem majd csak jövő héten tud újra edzeni. Igen, így van, a kada még sérült, de visszajött a hajnageri. Ő már labdás edzéssel részt vett, sőt most már teljes edzésen is részt vesz, úgyhogy valószínűleg jövő héten már bevethető, ezen a mérkőzésen még nem. Illetve a szökrönyös Dani is visszajött a labdás edzésekbe, de őt is még azért, ő neki egy, ha jól tudom, egy 2,8 is szakadása volt, úgyhogy még ezt a héten, ezen a héten még mesterhelést nem fogja megkapni, illetve mérkőzésen nem vetjük be, de jól állunk sérülés terén. Következik most a Pécsi, illetve a Gárdony, ez egy rangodó előtt, a Dunaföldvár előtt, elképzelhető, hogy ismét átalakítja úgy a csapatot, mint érde, hogy Tabaja játékos kap a helyet a kezdőben, akik korábban nem voltak a kezdőcsapatnak állandó tagjai? Úgy gondolom, hogy most nincs okom arra, mert... mert Azért egy nagyon jó csapat ellen vívtunk ki egy döntetlent, illetve vívtunk ki, mindegy, hogy hogy fogalmazunk, tehát döntetlent játszottunk. Most nincs okom arra, hogy megkavarjam a csapatot, úgyhogy a, a, az elveim alapján azok játszanak, akik a legjobb teljesítményt nyújtották a mérkőzésen, illetve a heti edzésmunkába. A Gárdonyán mérkőzést meglátom, ott lehet, hogy már kicsit belenyúlok, tehát uh, akik kevesebbet kaptak, ott uh, több lehetőséget kapnak, de, de a ptl ellen nem. Tehát idegenbe megyünk, idegenbeli mérlegünk, a, attól függetlenül, hogy érden tudtunk legutolsó idegenbeli mérkőzésünkön nyerni, azért nem olyan rózsás, úgyhogy, úgyhogy a lehető legerősebb csapattal fogunk felállni.